Mindannyian több tucatszor olvastuk már ezt a híres kijelentését Saulnak, melyet a tesszalonikaiakhoz írt második levelének második fejezetében találunk. A 11-es vers így szól, ezért bocsátja rájuk Elohim a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. A világ is tisztában van azzal, hogy az utolsó időben az emberiséget egy nagy megtévesztésnek az ereje fogja hatalmába keríteni. A legtöbben azonban nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez a megtévesztés ereje, és rossz helyen is keresgélnek. A megtévesztés ereje, melyről itt Saul ír, a kezdetektől fogva az emberiséggel volt. A megtévesztés egyidős az emberiség történelmével. Ha köztudat lenne, egyszerűen megfejthető lenne, akkor nem lenne megtévesztés. Azért működik a megtévesztés, mert az ember elhagyta az egyetlen utat, ami az élethez vezet. Ennek az életformának a képviselői a történelem során pogányok voltak, hedonisták voltak, népek voltak. A Mássiák halálát követő időszaktól fogva azonban a megtévesztés erejét a világban a tradicionális kereszténység terjeszti. Biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége, hogyha megkérdeznék, akkor letagadná, hogy ő vallásos, és azt mondaná, hogy nem, ő nem vallásos, ő egyszerűen csak hisz valamiben. Ez igaz a keresztényekre is. Van, aki nyíltan vállalja, hogy ő keresztény, buddhista, vagy akármi más. Az emberek egy másik, de jelentős része azonban úgy érzi, és úgy vallja, hogy ő nem tartozik egyik valláshoz sem. Annak ellenére, hogy a nézetei egyértelmű hasonlóságot mutatnak ezzel vagy azzal a vallással, de legtöbb esetben a probléma az, hogy akár többel is egyszerre. Ez azért van, ez a zűrzavar az emberek fejében, mert mára nincsen különbség igazából a vallások között, nincsen semmilyen egyértelmű, abszolút határoló vonal, ami mentén el lehetne különíteni a vallásokat. Minden vallás gyakorlatilag ugyanazt hirdeti, és ebbe beletartozik a kereszténység is. Van egy felsőbb erő, és ahhoz valamilyen úton, módon mi el tudunk jutni. Az, hogy a kereszténység azt mondja, hogy az út Jézus, az nem különbözteti őket meg az életmódjukban, vagy bármiben, ami látható lenne, pusztán abban, amit mondanak. Valaki a meditációban hisz, van, aki a tanulásban, az olvasásban, a tudásban, van, aki a jó cselekedetekben hisz. 2,5 milliárd ember azonban Jézus Krisztusban hisz, és azt mondja, hogy ez az egyetlen út. Probléma az, hogy igazából nem lehet megkülönböztetni az embereket, hiszen az életformájuk nem különbözik. Szinte mindenki a saját, illetve mások által összegyűjtött információra, tapasztalatokra, hitnézetekre támaszkodik annak érdekében, hogy eljusson oda, ahova szeretne, amiben hisz, hogy neki el kellene jutnia. De nézzük meg, hogy mi is a vallás. Ez a wikiszótár.hu, a vallás, mint főnév, a szellemi létezéssel kapcsolatos tanítás. Olyan elképzelések rendszere, mely azt hirdeti, hogy a szemünkkel látható világon túl létezik egy annál magasabb rendű is, ahol tiszta szellemi lények léteznek, úgy, mint ugye Isten istenek, vagy pedig angyalok. Ez szerint az ember is több a testénél, és a halál csak a test pusztulását jelenti. Ebben kivétel nélkül megegyezik minden vallás. A vallás szó eredete egyébként az ómagyarban vallás volt, úgy mint hitvallás vagy világnézete az embernek. Az ős magyarban a vall szó pedig annyit tesz, magáinak vall valaki, valamit, vagy pedig van neki. Ha még vissza megyünk, akkor a vala úgy mint állít vagy vall. Láthatjuk tehát, hogy a történelem során maga a szó keveset változott, hiszen ez egy olyan jelenség, mely végigkíséri az emberiség történelmét. Nézzük, mi az, amit még írnak a vallásról. Az ember megszabadítása a bölcsesség által, ez a szellemi lények létezésébe vetett szilárd meggyőződés, valamint az, hogy az ember képes elérni a szellemi létezés magasabb szintjeit a lefektetett hit elvek és bevezetett gyakorlatok megtartásával. Keresztények természetesen azt mondják, hogy őnekik semmit nem kell tenniük igazából, nekik elegendő a hit. Innentől eljutunk egészen mondjuk az ortodox judaizmusig, ahol az életnek minden másodperce szabályozva van valamilyen rituálé által. A kettő közt pedig természetesen a pogány hitvallások egész spektruma megtalálható.
Hadd térjek ki a kereszténység ismét, hiszen ez a téma most. A tradicionális elmélet szerint Jézus Krisztus eljött, megváltotta a világot a bűnöktől, és mostantól néhány morális törvényen kívül az embernek igazából semmi dolga nincs, csak szeretni a másikat. A helyzet az, hogy erre épül a buddhizmus, erre épül az ateizmus, és közte majdnem minden más vallás. Erről beszél a New Age, az új spirituális mozgalmak, de a pogányság is erről szól. Konkrét és abszolút definíciók hiányában az ember magára van utalva a világban, hogy kitalálja, hogy mik is ezek a fogalmak, melyekben ő hisz, úgy, mint a szeretet, vagy a kegyelem, vagy akár a bűn. De nézzük tovább, hogy mit ír a szótár. Ez a hívek közösségének együttes erőfeszítésével, a lelki vezetők tanácsaival, felügyeletével, a szentnek tekintett írások tanulmányozásával érhető el ez a megszabadítás. Így az ember megszabadítható a szellemi tudatlanságtól, a fizikai világ szorításától, a bűntől, a fájdalomtól és végső soron a halál öntudatlanságától. A helyzet az, hogy egy átlag kereszténynek igazából semmiféle kérdése nincsen válasza, amely összeegyeztethető azokkal az írásokkal, melyeket ők szentnek tekintenek, hiszen nem tanulmányozzák, így nem képesek eljutni oda, ahova készülnek, illetve szeretnének. A definíciója a vallásnak az, hogy a szentnek tekintett írások tanulmányozásával érhető el. Minden hitrendszernek megvannak a saját írásai, és ezt tanulmányozva érnek el oda az emberek. A probléma az, hogy a keresztények nem tanulmányozzák azokat az írásokat, melyek számukra külön vannak választva, vagy idézőjelben szentek. Ez itt Wikipedia vallás bejegyzése, és itt egy nagyszerű definíció Helmut von Glasenapp valláskutatótól. Vallásnak azt a megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban, cselekvésben kifejeződő meggyőződést nevezzük, mely szerint személyes vagy személytelen transzcendens erők vannak működésben. Transzcendens úgy, mint természet fölötti idézőjelben. Érdekes módon mind Wiki szótár, mind pedig Helmut von Glasenapp fontosnak tartja azt, hogy a vallás cselekvésben is kifejeződik, nem csak gondolkodásban, érzésben, akaratban. Úgy tűnik, hogy csak a tradicionális kereszténység az, mely egyedül a hitre támaszkodik. Nagyszerű, ahogyan tovább folytatja, és azt mondja, hogy az etikailag fejlett vallások ezt a meggyőződést, amiről beszélt az előző definícióban, a világ erkölcsi rendjébe vetett hittel kapcsolják össze, azaz ahogyan az ember vélekedik az erkölcsi rendről a világban, ez a hit a cselekedetekért való erkölcsi felelősségnek, az egész magatartás igazságos megítélésének és a tökéletesség legmagasabb fokára való eljutás lehetőségének elképzelésében jut kifejezésre. Magyarul minden egyes hitnek megvan az a rendszere, ahogyan ők elképzelik a magatartás formát és a cselekedeteket, ahogyan egy embernek viselkednie kellene a világban annak érdekében, hogy összhangban legyen azzal a hittel. Nézzük, hogy kikről beszél. Ő ugye öt világvallást különböztetett meg, de nézzük a legfejlettebb kilencet. Hinduizmus, Jainizmus, buddhizmus, kínai univerzalizmus, szikhizmus, zoroasztrizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám. Minden kereszténynek fel kell tenni a kérdés magában, hogy mi is az, ami miatt az ő életvitele etikailag, erkölcsileg kiemelkedik ebből a tömegből. Mi alapján lesz ő szent, különválasztott, kodes a világban. Ha valakit érdekel egy sokkoló statisztika, akkor az itt van ezen a kördiagramon, ez a világ vallási megoszlása 31,5%-kal a kereszténység a legnépszerűbb a világon. Ezt követi az iszlám, a vallástalanok, a hinduizmus, buddhizmus, illetve a népi vallások. Ezért mondtam azt, hogy a világon ma a pogányságot a kereszténység terjeszti, hiszen a kereszténység a megtévesztés ereje a világban. Még egy érdekesség azok számára, akit érdekel, az örök világtörvény vallásai azok a vallások, melyek úgy képzelik el, hogy a világ mindig is volt, azaz egy örök, az a hinduizmus, a szikizmus, a jainizmus, a buddhizmus, illetve a kínai univerzalizmus. A kinyilatkoztatás alapú vallások, melyben egy úgynevezett Isten volt az, aki teremtette azt, a zoroasztrizmus, a judaizmus, a kereszténység, az iszlám. A vallás alkotó elemei között
Szeretnék kiemelni egyet a keresztények számára. A világvallásoknál és főbb felekezeteknél létezik olyan írás, mely az adott vallás alaptételeit, hitét rögzíti. Ezt általában csak szentírásnak szoktuk nevezni. Minden egyes vallásnak, amely a jelentősebb kategóriába tartozik, létezik egy úgynevezett szent írása, melyben a hitet, illetve annak a vallásnak az alaptételeit rögzítik. A kereszténység főirata a Biblia. Hogy létezik az, hogy még itt is leírják, hogy a Biblia az, amiben megvannak a hit alapjai, ennek ellenére a legtöbb keresztény Saul vagy Pál levelein túl nem jut el soha. Ez a kép nagyszerűen kifejezi azt, amilyen problémamentesen a kereszténység beilleszkedik az összes többi vallás közé. Pont ugyanúgy, ahogy annak követői észrevétlenül beilleszkednek a világba. Megmutatnám a filozófiai megközelítést, ahogyan a vallást magyarázzák. A legtöbb fővallás három alapvető tényező kapcsolatát írja le. Isten, a világ és az ember. A vallás lényege, és most mindenki figyeljen nagyon. Ezért mondom, hogy semmi nem különbözteti meg a keresztényeket a többitől. Hogy jót tegyünk másokkal, szeretetet, könyörületet, őszinteséget és tisztaságot tanúsítsunk az élet minden területén. Ez a vallás lényege. Nem a kereszténységről beszél, ez a vallás lényege. Minden vallás ezt hirdeti. Nincsen olyan vallás, ahol arról van szó, hogy az embereket ölni kellene, kínozni, elpusztítani minden életet és lerombolni a világot. Legalábbis olyan vallás nincs, amelyik széles körben elterjedt és ezt hirdetni. Kellemetlen, ahogy folytatja, de szerintem tanulságos mindenki számára, aki részt vesz bármelyik hivatalos vallásban is. Mindenkinek nem áll jól ugyanaz a kabát, vallás, az egyéni vérmérséklet, kulturális háttér különböző, ez indokolja a vallások különbözőségét. Egyik vallás ugyanolyan, mint a másik. Úgy, ahogyan a tehenek különböző színűek, ám a tej színe egyforma. Számtalan rózsa létezik, de egyformán illatoznak. A vallás egy, de számtalan formában lehet gyakorolni. A különbözőség a teremtés rendje, ez alól a vallás sem kivétel. Ezért mondom, hogy fájdalmas, de ez az igazság. A kereszténység beilleszkedik a vallások sorába, mert ugyanazt hirdeti, mint a többi, annyi különbsége, hogy hozzáteszi, hogy mindezt nekünk Jézus Krisztusban való hit által kell tennünk. De semmi nem különbözteti meg őket a világtól. Mert a tehenek különböző színűek, ám a tej színe egyforma, a végeredmény ugyanaz. Egy szamaritánus, egy buddhista, egy hindu, egy ateista vagy egy keresztény ugyanazokat a dolgokat csinálja vagy nem csinálja. Szeretné azt hinni mindenki, hogy ő másképp csinálja ugyanazt, mint a többi. De attól még a valóság nem ez. Mit mond a kereszténység? Csak szeretni kell mindenkit, a fele barátodat, meg Istent, aztán jó van. Nézzük, mit írnak itt. A vallás nem dogma, nem krédó, nem teológia, és nem puszta meggyőződés vagy érzelem. Nem egy kis imádkozás, mikor az ember fájdalmaktól szenved, vagy szüksége van valamire. A vallás legelső sorban micsoda? Jóság és szolgálat. A vallás Istenben élt élet. Aki képes feltétel nélkül szeretni másokkal szemben kedves, igazmondó, becsületes, és hite, odaadása rendületlen, az valóban vallásos. Ugyanezt mondják a keresztények szó szerint azért, mert minden vallás ugyanazt képviseli, a probléma az a kereszténységgel, hogy ők ráadásul úgy teszik ezt, minthogyha a teremtő nevében cselekednének, és ők valamiféle különböző életforma lennének. Láthatjuk azt azonban, hogy minden vallás ezt képviseli. Hiszen a nagy megtévesztés, melyről Saul ír, az nem más, mint a szeretet, az a szeretet, amelyet a világ hirdet, és a kereszténység. Erről beszél minden keresztény állandóan, feltétel nélküli szeretet, kedves legyél, jó legyél, szeresd Istent és Jézust. Meg a fele barátodat. Ugyanaz, mint az összes többi. Ezért nincs különbség köztük és a világ között. Mert ugyanaz képviselik, mint a világ, csak ők azt mondják, hogy ők egy teljesen másfajta tehén, vagy egy teljesen másfajta rózsa. Azonban a tej minősége és az illata a rózsának az, ami megkülönböztetni a többitől, mint ahogyan a só adja az étel ízét, és erre szólított fel a másiák, viszont a keresztények nem tudják ezt felmutatni, hiszen a cselekedeteik nem tesznek különbséget köztük és a világ többi része között. Később azt olvashatjuk, hogy a vallás a jóság, a tisztaság és az önzetlen szolgálat gyakorlása a világi kísértések közepette.
Úgy, hogy közben a keresztények és senki más nem tud egy definíciót adni arra, hogy mi a jóság, mi a tisztaság, mi a szolgálat. Mert mindenki megy a saját feje után. Nézzük tovább, minden vallás alapja vagy lényege azonos, és egyidős az emberi faja. Erről beszélek, a kereszténység ugyanolyan vallás, mint az összes többi, semmiben nem különbözik, csak a terminológiában, amit használ, és a nevekben. De maga a spirituális gondolkodásmód, melyet képvisel, ugyanaz, mint az összes többi. Csak egy valódi vallás van, az igazság és szeretet vallása, a szív vallása. Ha valaki nem ismer rá a kereszténységre ez alapján, akkor azt nagyon sajnálom. Minden vallás erről szól, semmiféle különbség nincs köztük és a világ között. A szolgálat, az áldozat és a lemondás vallása, a jóság, kedvesség, tolerancia, a vallás az emberi egyetértés. Valaki becsukja a szemét, akkor egyből eszébe kell, hogy jusson a kereszténység, hiszen ugyanezt hirdeti, anélkül, hogy abszolút mértékben definiálná azt, hogy mi az igazság, mi a szeretet, mit jelent az áldozat, a szolgálat, a lemondás, mi a jóság, a kedvesség, a tolerancia, és vajon egyet tudunk-e érteni minden emberrel? Míg az írások és maga a másiák egyértelművé teszi azt, hogy ez lehetetlen, hogy mi együtt legyünk a világgal. Olvashatjuk azt, hogy csak egyféle igazság létezik, az örökkévaló lényeg. Az igazság vallásának követői a békesség, a felebaráti szeretet, az erkölcs és az üdvösség útját járják. Amit mondani szeretnék az az, hogy bár a kereszténység úgy hirdeti, hogy Jézus Krisztus az egyetlen igazság, mára mégiscsak odáig korcsosult, hogy probléma nélkül beilleszkedik a többi vallás sorába. Eljutottunk az abszolút igazságtól, aki a Földön járt úgy, mint a Teremtő szava, odáig, hogy az ő követői ma ugyanúgy élnek, mint a világ, és lehetetlen őket megkülönböztetni tőle. Ugyanazt az értékrendet hirdetik, amit a világ, és mint mindig nagyszerűen hangzik a felszínen, azonban amikor az ember megpróbálja a lényegét megtalálni, akkor rájön, hogy ez üres, és nincsen benne semmiféle érték. Itt van még egy gondolat. Sokan hirdetik a kereszténységet, ám a hívők nem gyakorolnak feltétlen szeretetet és megbocsátást. Felsorolja a többi vallás, hogy mi az, amit hirdetnek, és mi az, amit nem csinálnak, és így fejezi be a gondolatmenetet. A tudás hiába való, az még rosszabb, ha nincs is tudás, mint általában a tradicionális keresztényeknél, de a tudás maga hiába való, mikor, hogyha nem változtatja meg az ember életét. Pontosan így van a kereszténységgel is. Le van írva, hogy hogyan kellene megváltoznunk. Egyértelmű rendszer van kidolgozva a Teremtő által, és az lenne a lényege, hogy megváltoztassa az egyén életét, azonban ez nem látható, mert lényegi változás nem következik be az úgynevezett keresztény megtérés után, hiszen nincsen, aki megtanítsa azt, hogy mit is jelent valójában követni a megváltót. Gyakorlat nélkül az idealizmus, fatalizmus szül. Szó szerint arról beszél, amit a kereszténység csinál. Ez idegenszavak.hu és a fatalizmus bejegyzés. Az a nézet, mely szerint a világban történő dolgok előre el vannak rendelve. Pontosan úgy, ahogyan a keresztények azt mondják. Nem tudják, hogy mi a teendő, mert nem keresik azt meg, és mivel nincsen semmiféle változás, ezért az idealizmusból, abból a hitből, ahogyan nekiindul az ember az útnak, egy fatalizmus lesz, hiszen ez az, amit megtanul, mert a kereszténység az erre épül, arra, hogy Jézus megcsinált mindent helyettünk, mi nem tudunk tenni semmit, nekünk csak élnünk kell az életünket, hitben, így nincsen változás. Sőt, hogyha arra gondolunk, hogy mi volt az atya elvárása az, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti atyátok tökéletes, akkor a kérdés az, hogy vajon hol tart az ember ebben a folyamatban, és mindig azt válaszolni erre, hogy úgyse lehetünk tökéletesek, mert csak egy tökéletes volt, az nem fog működni. Elmagyarázta, hogy legyetek szentek, úgy, ahogyan a ti atyátok a mennyekben szent. Akkor ezek szerint meg kell, hogy legyen a módja annak, hogy szentek legyünk, azon kívül, hogy csak mondogassuk, és arra gondoljunk. De még a Wikipédia is tudja, a vallás elsőrendű célja, hogy szent, életű embereket hívjon létre. Mi a szent? Honnan tudjuk, hogy mi a szent? Ide le van írva, a szentiratok alapján a vallásnak élő gyakorlattá kell válnia az ember életében. A vallás maga az élet, nem pedig csak külső formalitás, üres beszéd vagy képmutatás.
Szóval, ha valaki azt mondja, hogy mi nem lehetünk tökéletesek, az ellentmond Péter vagy Kefa első levelének első fejezetével, ahol ő azt írja, hogy hanem amiképpen szent az, vagy Kodesh, Hagios, ugye a görögben, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagy Kodesh vagyok. Ez pedig visszautal 3 Mózes 11.42-től 44-es versig, ahol is azt írja le, hogy mi az az étkezési rend többek között, amit nekünk követnünk kéne annak érdekében, hogy szentek legyünk. Tehát, ha nem követjük, nem vagyunk azok. És ahogy mondtam, a világ is tisztában van azzal, hogy mi a vallás, sőt úgy tűnik, hogy még jobban a szentíratok alapján a vallásnak élő gyakorlattá kell válnia az ember életében. A szent iratok alapján. Nem az alapján, amit tanítanak az iskolában, a teológia egyetemen, amit a pásztor mond, amit a szomszéd mond, amit gondolok. Le van írva az iratokban, hogy mi az, amit az embernek tennie kellene, és ezt el kellene olvasnia, és az életében ezt alkalmaznia kell annak érdekében, hogy elfogadható legyen a teremtőnél. Az üres beszéd, a képmutatás nem elegendő. Az egy borzasztó szituáció, amikor a világ jobban tudja, hogy mi az, amit az embernek tennie kéne, mint az, aki azt hirdeti, hogy ő a messiást vagy a megváltót követi. Péter pontosan leírja ezt, amit olvashattunk a Wikipédián, mégpedig úgy, hogy valának hamis proféták is a nép között, amik éppen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni. És Adonájt, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Kik ezek az emberek? Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Azok, akik semmit nem mondanak igazából, csak szavakat, aminek nincs értelme, nincs tartalma, ami nem idéz elő igazi változást, ami nem változtatja meg azokat, akik hallják azt. Mert hiába valóság kevés szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévegésben élőktől, szabadságot ígérvén azoknak úgy, ahogyan tradicionális kereszténység hirdeti, hogy már minden mindegy, hiszen Jézus eltörölte a törvényeket, holott ők maguk a romlottság szolgái, hiszen a törvénytelen élet romlottságot jelent, mert akit valaki legyőzött, annak szolgájává lett. A bűn az, amit legyőztek az emberek, akik hitre áttértek, és hallják ezeket a tanításokat, és visszatérnek oda, ahol voltak. Úgy, ahogy az ebb visszatért a saját okádására és a megmosott disznó a sárnak fertőjébe. Nézzük meg, mi ez a hiába valóság, amiről beszél. Ez Matthäus 10. Úgy, mint egy hiába való, haszontalan, felesleges dolog. Egy értelmetlen dolog. Úgy, mint azok a tanítások, amik elhangzanak a legtöbb keresztény gyülekezetben, aminek semmi tartalma nincs, semmi mondani valója nincs, csak szavak. Testi kívánságról beszél, bujálkodásról, de nézzük meg, hogy mi a bujálkodás. Ez aszelgeia, úgy mint erkölcstelenség, feslettség, kicsapongás egyébként, vagy féktelenség. A másik pedig a testi kívánság. Az a probléma, hogy az ember nem akarja a testét, illetve a vágyait igazán megfékezni és rendszabályozni. Hiszen azok az instrukciók pontosan erre valók, amiket olvashatunk az írásban, azok, amelyekre a keresztények azt mondják, hogy már ezeket eltörölte Jézus. Az, hogy mit eszik az ember, milyen rendszer szerint él úgy, mint ünnepek vagy a sabát, hogyan öltözködik, és még sok más utasítás, ami az ember életét szabályozná, hogyha engednénk azt. És ezek az emberek, akik a kereszténységet hirdetik, szabadságot ígérnek azoknak, akik már valójában elszakadtak a tévegésben élőktől. Szabadságot ígérnek azoknak. Azzal, hogy azt mondják, hogy már befejeződött ez, Jézus a kereszten megcsinálta, már nincs mit tennünk, nem tudunk mit tenni, nincs törvény, nincs semmi, nekünk csak hinnünk kell. Ez az a szabadság, amelyről beszél Péter, vagy Kefa, amit ígérnek azoknak, akik elszakadnának a világtól, de akkor beleesnek ebbe a csapdába, meghallják ezt az üzenetet, és visszamennek ugyanoda, ahol voltak azelőtt. És a rövid időszak után, amikor elhagynák a világot, és egy új életet elkezdenének, visszakerülnek ugyanoda, ahol voltak, hiszen hogyha nincs mit követni, ha nincsenek általában rendelkezések, akkor hogyan is változna meg az ember? Nem tud megváltozni az ember, nem tud szent lenni és tökéletes lenni úgy, hogy csak valamiféle spirituális erőnek a vezetésére vár. Nem véletlenül írja a Saul a Rómaiakhoz írt levelében, a 10. fejezetben, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Olvasnia kell az embernek ezt ahhoz, hogy legyen hite, hiszen a hit cselekedetekben nyilvánul meg, és csak úgy tudjuk bebizonyítani, hogy mi valóban hiszünk, hogyha megváltozik az, ahogyan élünk.
A bizarr dolog az, hogy még a Wikipédia is tudja, hogy erről van szó. A szent iratok alapján a vallásnak élő gyakorlattá kell válnia az ember életében, úgy, ahogy Saul írta azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. A vallás maga az élet, nem pedig csak külső formalitás, üres beszéd vagy képmutatás. Úgy, ahogyan az zajlik a tradicionális kereszténységben. Sőt, tovább folytatódik itt egyébként ez a gondolatmenet. Nem egy vallásba vagy felekezetbe való tartozás teszi vallásossá az ember. Nem elég csak mondani azt, hogy én ezt hiszem, vagy azt hiszem, hogy én ez vagyok, vagy én az vagyok. Meg kell nézni az iratokat, és utána azt a gyakorlatba át kell ültetni az embernek. Így az élet meg fog változni, és nem csak üres beszéd lesz, vagy képmutatás. Ez a legnagyobb probléma a tradicionális kereszténysége, hogy nem áll másból, csak üres beszédből, meg fecsegésből, meg formalitásokból. Nem csak, hogy nem változik meg az ember, aki csatlakozik ehhez, hanem semmiféle válasz nem tud adni az élet kérdéseire. A borzasztó az egészben az, hogy az ember a Wikipédiáról olvashatja azt, ami történik a világban. És hogy miért nem tudják az emberek ezt, vagy miért nem értik azt, hogy mi a teremtő üzenete, az le van írva ebben a mondatban. Amint az élet a modern találmányoknak köszönhetően kényelmes és viszonylag könnyűvé vált, a gondtalanságot kedvelő ember hajlamos egyre inkább kirekeszteni a vallást, de helyettesítsük be a hitet vagy a teremtőt az életéből, és egyre jobban felmagasztalni a materialista civilizáció értékeit. És ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy abból az üzenetből, amit a másiák hordozott 2000 éve, az legyen, amit ma a kereszténység hirdet. Az ember egyre inkább eltávolodik a természettől, egyre inkább egy mesterséges világban éli le az életét, és így formálódik át a tudata. Ez a degradáció nagyszerűen felfedezhető azon, ahogyan a tradicionális kereszténység értékrendje, illetve az az üzenet, amit képviselnek, változott. A többi igazából ugyanaz volt. A kereszténység csak hozzá idomult a többihez. Az összes többi vallásnak nem kellett megváltoznia, az ugyanolyan pogány volt, mint ma minden más. Amit le kellett rombolni, az 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 üzenet volt, amit a másiák hordozott, és ez sikerült elérnie az ellenségnek különböző taktikákkal, melyek egy nagyszerű stratégia részei voltak. Magyarországról néhány dolgot megmutatnék. A térképen láthatjuk azt, hogy az emberek melyik vallást képviselik. Egyedül ez a barnás szín az, ami egyéb, ugye, aki lehet bármilyen más vallás, vagy pedig olyan, aki nem vallásos. Gyakorlatilag mindenki hisz valamiféle vallásban. A római katolikus a legnépszerűbb, ezután a református és az evangélikus követi azt, és a görög katolikus. Ezt a barnás dolgot nehéz egyébként megtalálni. A különböző árnyalatok arról árulkodnak, hogy mely területeken melyik vallások vannak túlsúlyban. De az érdekesség nem is ez. A lényeg az, hogy majdnem mindenki vallásosnak vallja magát. Az 50%-a ezen emberek közül a maga módján vallásos. Azért megy az ember a maga módján és a saját feje után, mert tudja, hogy hazugság az, amit a katolikus egyház képvisel, ugyanúgy, ahogy hazugság az, amit a kereszténység képvisel. Ha választ adna az élet nagy kérdéseire, akkor az ember maradni akarna, tanulni akarna és fejlődni akarna. A probléma az, hogy egyáltalán nem ad választ semmire. Így az ember azt mondja, hogy a maga módján mit hirdetnek ezek a vallások? Az, hogy minden mindegy, Jézus eltörölte a törvényeket, nekünk már csak hinnünk kell. Minek járjak templomba, gyülekezetbe, minek legyek tagja egy olyan dolognak, ahol minden mindegy? Ez az, ahová eljutott a kereszténység a 2 évezred alatt, és ez az pontosan, amit az ellenség mindig is akart. Még egy dolgot megjegyeznék, a nagyobb felekezetek tagjai kevésbé, míg a kisebbeké inkább ismerik és hiszik a vallások tanításait, illetve követik erkölcsi törvényeit. Mindenki tisztában van azzal, hogy van egy út. Mindenki érzi azt, hogy létezik a teremtő. És mint oly sokszor ismét, Saul az, aki legnagyszerűbben megfogalmazza ezt rómaiakhoz írt levelének első fejezetében. Mert nyilvánvaló, vagy nyilván van Elohimnek haragja, Samaimból vagy a mennyből, az embereknek minden hitetlensége, és hamissága, a dikia, úgy mint jogtalanság, igazságtalanság, gaztett, gonoszság, álnokság vagy hamisság. Azt hiszi valaki, hogy arról beszél, hogy az embereket ijeszgetni az utcán, vagy elvenni a kisgyerektől a focilabdájukat? Nem erről beszél. A gonosz azt jelenti, hogy mindaz, ami nincs összhangban Elohim rendjével, akár elkölcsi, akár testi vonalon. De ha megnézzük, hogy a dikia hogyan is szerepel a Héberben, akkor kivétel nélkül mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Ez például a hava kifejezés, úgy mint vágy, kívánság, mindig rossz.
romlás vagy pusztulás. Úgy, mint zaám, harag, dű, felháborodás, ingerültség, méltatlankodás. Vagy hatá, bűn vagy bűnös állapot. Vagy mutteh, elhajlás, részrehajlás, jogegyenlőtlenség. Vagy tesá, mint történés áthágni valamit, áthágás vagy túllépés, törvénysértés, bűn elkövetés. Resá, gonoszság, jogtalanság, erkölcstelenség, csalás, álnokság vagy aljasság. Seker, csalás, megtévesztés, félrevezetés, becsapás. Érthető? Erről beszél itt Saul, hogy nyilvánvaló Elohim haragja a mennyből vagy Samáimból az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Az, hogy nem úgy élnek, ahogyan ő azt meghatározta. Kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mi az igazság? Az ő szava. János 17:17 elmondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. De a 19-esben olvasható az, amiről szó van. Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük. Ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük. Nézzük meg, hogy mi az, amit ír a Szent Imre verzió. Ami ugyanis megtudható Elohimről, az világos előttük. Azaz mindenki tudja azt, ami megtudható a Teremtőről. Mert Elohim megjelentette nekik, azaz mindenkinek megjelentette. Így senki nem tudja azt mondani, hogy nem ismeri őt. De ez az, amiről beszél Saul, mert ami Elohimben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és igazsága, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Maga az ő cselekedetei, az, amikor az ember körülnéz a világban, az bizonyítja, hogy létezik egy teremtő. Ezért akarja az ellenség, hogy egy virtuális világban éljük le az életünket, hogy épületek legyenek mindenhol, hogy otthon maradjunk, hogy ne lássunk semmit a valóságból, hiszen ez bizonyíték az ember számára, hogy létezik egy teremtő. A világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, világos, hogy ő létezik. Azért, mert a világ teremtése óta műveiből következtethetünk arra, hogy ő létezik. Nincs hát mentségük. Nem mondhatja senki azt, hogy ő nem ismeri, vagy ő nem értette ezt, vagy nem tudta. Az ő műve az, ami bizonyítja, hogy ő létezik. Halleluja! Csak azért akarom ezt elmondani, mert mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy nem fogja tudni azt mondani, hogy ő nem tudott Istenről, vagy nem hallott róla. Viszont a világ elérte azt, hogy még azok is, akik azt mondják, hogy az ő képviselői ugyanúgy élnek, mint a világ. Sőt, főszerepet játszanak abban, hogy a világ elfordul a Teremtőtől, azzal az üzenettel, amit közvetítenek. Hiszen a tradicionális kereszténység üzenete ugyanaz, amit a világ hirdet. Annyiban rosszabb, hogy ők azt mondják, hogy ők mások, és a cselekedeteikkel bizonyítják, hogy ugyanolyanok, mint a világ. De 49-től 2000-ig a római katolikusok száma, illetve aránya 67-ről 37%-ra csökkent. A felekezeten kívüliek aránya 0,1%-ról, ami 50-ben volt, 2011-re 20%-ra növekedett. Reformátusok száma megfeleződött, az evangélikusok száma meg harmadolódott. Ez 2001-től 2011-ig a népesség számában 7.600.000-ről 5.400.000-re csökken az ábrahámi vallásokat követők. Ez ugye kereszténység, judaizmus, iszlám. 2,2 millióval csökkent 10 év alatt. Természetesen, hogy a tudomány is szerepet játszik ebben, ugyanakkor az üzenet is szerepet játszik ebben. Még néhány információ a világvallásokról, csak hogy mennyire szomorú a helyzet. Gyakorlatilag ezek az emberek, akik a pogányságot képviselik a világban ma. Az öt fő vallás, buddhizmus, hinduizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám. Több mint 2 milliárd keresztény és majdnem 2 milliárd muszlim él a Földön. Az nagyjából 4 milliárd, hogyha elhisszük ugye ezeket a számokat és az, hogy mi 7 milliárdan vagyunk. 1 milliárd hindu van és 0,5 milliárd buddhista. Ami azt jelenti, hogy nagyjából 5,5 milliárd ember valamiféle pogány tradíciót követ a világon. Akik még mindig nem értik, hogy a judaizmusnak semmi köze nincs az eredeti úthoz, melyet Jahua vagy Jávé elképzelt, azok számára itt van a Szentírat, ami a Talmud, ami egy babiloniai tradíciókat magába foglaló iratgyűjtemény, kereszténységnek ugye a Biblia és a Korán az iszlámé. A fő tanításoknál megtalálhatjuk Jézus megváltási művét, Isten szeretetet és a felebaráti szeretetet. Ugyanúgy, ahogy minden más vallásban. Annyi, hogy a többiben Jézus nem szerepel. Egyéb gyakorlatoknál egyébként ezt láthatjuk is.
úgy, mint a buddhista gyakorlatok. Hinduizmus áll a megbocsátás, igazmondás, önfegyelem, nagy lelkűség, erőszakmentesség, egyszerűség, kedvesség, szerénység. Nézzük meg a kereszténységet. Bűnbánat, önzetlen szolgálat, jótékonyság, misszió, becsületesség, lemondás, stb. Iszlám, becsületesség, kedvesség, nagy lelkűség, segítőkészség. Azért tűnik úgy, hogy az összes ugyanaz, mert ez a helyzet. Mindegyik ilyen vagy olyan módon eltért az eredeti úttól, amelyet meghatározott a teremtő az ő Thorájában. Buddhizmus, hinduizmus és a kereszténység kitalálta a saját útját, ugyanúgy, ahogy felépítette azt az iszlám, a judaizmus pedig hozzáadott még ahhoz, amit a teremtő kitalál. Nézzük még meg arcanum.hu vallás bejegyzését gyorsan. Általában a vall igével kifejezett cselekvés, filozófiailag a társadalmi tudat egyik formája, csodatevő természet fölötti és tiszteletben részesített erők és lények, mint istenek, szellemek, létezésébe vetett, hiten alapuló mitikus képzeteknek összessége. Ezen kívül valamely közösségben a hittel kapcsolatos megnyilvánulások, tanítások, szertartások, szokások rendszere, illetve ezek összessége. Ez szójelentése.com vallás bejegyzés. A vallás ezek szerint nyilatkozás, mely által állítjuk, bizonyítjuk, hogy valami így vagy úgy van, vagy ellenkezőleg tagadjuk. Szóbeli és tettleges kijelentés, hogy bizonyos hit ágazatoknak hiszünk, és követjük azokat. Azaz nem elég a szóbeli, hanem tettleges kijelentés is szükség van, ugyanúgy, ahogyan azt írja Jakab második fejezetben. A vallás szó maga azt jelenti, hogy az ember a beszédével és a cselekedeteivel vallást, vallomást tesz, bizonyítja azt, hogy hova tartozik, hogy kihez tartozik. Maga a szó megmutatná azt nekünk, hogyha valaki utána nézne, hogy mi is a teendőnk valójában. A keresztény hitrendszer az egy büntetés Elohimtől, a Teremtőtől. Ez a tévegésnek az ereje, ez az a nagy megtévesztés, melyről oly sokszor hallottunk már. Ez a végső nagy teszt és vízválasztó, mely egyértelművé fogja tenni a Teremtő számára, hogy ki valójában az ő gyermeke, és ki az, aki csak mondja. Halleluja és Shalom! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és Shalom!